A Bermuda háromszög, a világ tengerek egyik legveszedelmesebb régiója. De mi van, ha létezik egy ennél is halálosabb rész? Lehetséges, hogy a csendes óceánon igen. Vajon miért tűnt el itt meg annyi kiválóan épített hajó? Nem lehetett megmenteni őket. Mi történt azzal a repülővel, amely nyom nélkül tűnt el itt? Azt hiszem, itt egy másik dimenzióba vezető kapu nyílt. Miféle pokoli erők vitték a tengerészeket a halálba? A fedélzeten lévők számára rémisztő élmény volt. A világ legerősebb haditengerészete is tud a veszélyekről. Akkor kezdődik a baj, ha nem félünk és nem tiszteljük az erőket. Ismerjék meg velünk együtt a csendes óceán leghalálosabb titkát. Járják be velünk a tengerek mélyét, a felszínét és a levegő eget, amely az ördög tenger felett terül el. December 1980. A Derbyshire teherhajó fedélzetén 150 ezer tonna vasérccel 410 kilométerre keletre halad el Okinawa partjaitól. A Derbyshire hatalmas teherszállító, hosszabb, mint három futballpálya, kétszer akkora, mint a Titanic. Csupán 4 éves és építése a kor legjobb alkotóinak mestermunkája. E hajó fedélzetén bárki biztonságban érezhette magát. Néhányan azonban, mint Peter Lambert tengerész, nem így voltak ezzel. Amikor hazajött eltávozásra, természetesen beszélt a hajójukról, és azokról a tengerészekről, barátokról, akiket ott ismert meg. Leveleket is írt. Valahogy ösztönösen nem szerette a Derbyshire-t, és ugyanezt másoktól is hallottam a hajóról. Peter, ha vonakodva is, de elvállalt még egy utat a hajón, hogy így gyűjtsön pénzt az esküvőjére. Ekkor volt 19 éves. Esküvőjét azonban sohasem ülhette meg. A Derbyshire teljes legénységével együtt szeptember 9-én nyomtalanul eltűnt. Ez volt a legnagyobb brit hajó, amely valaha is eltűnt, és az esetet senki sem tudta megmagyarázni. Miként lehetséges, hogy ez a tapasztalt tengerészek által irányított hatalmas hajó egyetlen vészhívás és minden nyom nélkül eltűnjön? Lehetséges, hogy a csendes óceán egyik legrégebbi és legrémisztőbb rejtélyének esett áldozatul. Japántól délre hatalmas üres tengerrész terül el, és itt már az 1940-es évek óta több hatalmas hajó is nyomtalanul eltűnt. Sokuk ráadásul anélkül, hogy akár egy SOS hívást is leadott volna. Sorsukról ma sem tudunk semmit. Az óceánnak ez a területe azonban már évszázadok óta szedi áldozatait. A japán tengerjárók több száz éve adták ma is félelmetes nevét. Ők Manouminak hívják, az ördög tengernek. A japán legendák olyan hatalmas erőkről szólnak, amelyek a legnagyobb hajókat is legyőzik, és tengeri szörnyekről, melyek a mélybe húzzák a tengerészeket. Tengeri szörnyekben ma már kevesen hisznek, de a japán halászok ma is félnek az ördög tengertől. Noha a gazdag zsákmány miatt most is sokszor kockáztatják itt testi épségüket. Az ördög tenger nagyon gazdag halban. Itt mindig hatalmas rajokat lehet találni. Ez a tenger nagyon más, mint a többi. Itt gyorsan és kiszámíthatatlanul változik a hullámzás. Aki erre hajózik, az nem lazíthat, mert rögtön bajba kerül. A titokzatos eltűnések nyomán többen is kutatni kezdték a jelenségek hátterét és a titok nyitját.
Egyesek szerint az eltűnések helyeit összekötve egy hatalmas háromszög rajzolódik ki. Ez azonban csak a kezdet. Az Ördögtenger háromszöge pontosan ugyanazon a földrajzi szélességen terül el, mint egy másik hírhet vidék, földünk másik oldalán, a Bermuda háromszög. Vajon ez több, mint véletlen? Lehetséges, hogy az Ördögtenger egy másik Bermuda háromszög, csak még nála is halálosabb? Vannak, akik úgy gondolják, ez az igazság. A paranormális jelenségek szakértője Junichi Yaoi professzor több ellentmondásos elméletet is publikált már az Ördögtengeren való rejtélyes eltűnésekről. Több lehetséges válasz is adódik. Úgy vélem, több tartályhajó egyszerűen a viharos tenger miatt süllyedt el, mert éppen hatalmas hullámok, gyakran viharok közepette haladtak. Mindazonáltal, ha azt vesszük, hogy a hajók nyom nélkül eltűntek, azt mondanám, hogy egy másik dimenzióba kerültek. Azt hiszem, itt egy másik dimenzióba vezető kapu nyílt meg. A legtöbb tudós elveti és a science fiction kategóriájába sorolja Yaoi professzor elméletét, de az Ördögtengeren továbbra is sorban tűnnek el a hajók. január 2. A Lingjie nevű kínai teherhajót 19 fős személyzetével együtt hiába várták Japán Kagoshima kikötőjébe. A hatóságok több hónap elteltével sem tudták megmagyarázni, mi történt a kínai hajóval. A Lingjie egyetlen vészhívás nélkül tűnt el, és nem hagyott maga után semmilyen nyomot. Yaoi professzornak ezzel kapcsolatban is megvan a saját magyarázata. Hadd világítsam meg egy egyszerű példával. Képzeljünk el egy rádióhullámot. A tévéműsorokat, a sorozatokat, vagy például a híradót egy stúdióban készítik el. Már most, amikor ezeket a tévéállomás sugározza, a jeleket rádióhullám formájára alakítják át. E hullámokat nem láthatjuk és nem is hallhatjuk. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a bizonyos másik dimenzió is jelen lehet a világunkban, anélkül, hogy látnánk vagy érinthetnénk. Yaoi professzor elméletei sokak számára kielégítő magyarázatot nyújtanak a rejtélyre, de a tengerészeti szakértők jóval szkeptikusabbak. Én nem hiszek ebben. Teljesen elvetem az ilyen elméleteket. David Mearns hajóroncskutató, aki már számos elsüllyedt roncsot talált meg. A paranormális jelenségekhez pragmatikus módon áll hozzá. A megbízóim azt várják, hogy gyakorlati, tudományos alapon megálló válaszokat adjak a kérdéseikre. Ha azzal állítanék vissza, hogy egyszerűen nem tudom megmagyarázni a dolgot, hogy a kérdéses hajó a Bermuda háromszög vagy a csendes óceáni háromszög miatt tűnt el, akkor a szakmai hitelemnek annyi lenne. David és munkatársai 1994-ben addigi legnagyobb kihívásukkal szembesültek. Felkérték őket, hogy derítsék fel a Derbyshire eltűnését. Ez a feladat igen nagy falatnak bizonyult még a szakértők számára is. Ezúttal ugyanis komoly, az addigi legnehezebb ellenféllel kerültek szembe, az Ördögtengerrel. A 47-es légijárőr osztag tagjai maguk is jól tudják, hogy milyen nehéz bármit is megtalálni ezen a végtelen óceánon. Az amerikai haditengerészet repülős járőreinek feladata a tengeralattjárók elleni harc, a felderítés, valamint a kutató-mentő műveletek. Nincs olyan pontja ennek a körzetnek, ahová bizonyos időn belül ne tudnánk odaérni. Mindig készenlétben áll egy gépünk, ami egy órán belül indulásra kész. És ha mentőakcióra van szükség, vagy kalóztámadás történt, akkor a P-347-esek a lehető leghamarabb a helyszínre sietnek. A pilóták már úgy ismerik a körzetet, mint a tenyerüket, de még ők sem tudnak magyarázatot adni valamennyi jelenségre.
Kering néhány történet arról, hogy egyes gépeken furcsa dolgok történtek. Néha olyan akusztikus zajokat fogunk, amelyekre nincs magyarázat, és nem is tudjuk rögzíteni. Van, hogy megpróbáltuk visszahallgatni a felvételen, de nem volt már ott. Ott vannak aztán a kioldódó biztonsági övekről és maguktól kinyíló ajtókról szóló sztorik. Az ilyen komoly és veszélyes munkakörben állandóan résen kell lennie az embernek. Azok a férfiak és nők, akik ezen a kihalt helyen járőröznek, jól tudják, hogy nem csak hajók tűntek el itt. Az ördögtenger feletti égen már több repülőgépnek is nyoma veszett. A sok eset közül is kiemelkedik egy, amely igazán rejtélyes, és amely ma is kísérti a repülősöket. 1957. március 22-én történt, hajnali 4 óra 48 perckor. Az amerikai légierő C-97-es Stratofighter gépe felszállt a Végszigetről. Úti célja a tokiói nemzetközi reptér volt, fedélzetén 67 katona utazott. Az út a tervek szerint 9,5 óráig tart, de a fedélzeten 13,5 órányi repülésre elegendő üzemanyag volt. A repülés első 8 órájában minden simán ment. Délután 2 óra 30-kor a pilóta jelzi az irányításnak, hogy 5 óra körül fog leszállni, és hozzáteszi, hogy minden műszer és rendszer normálisan működik. A körzetben jó, csak nem tökéletes időjárási és repülési viszonyok uralkodnak. Egy órával és 15 perccel később a pilóta rádión közli, hogy 200 mérföldre van Tokiótól. A légiforgalmi irányítás becslése szerint 2 órán belül meg kell érkezniük. A C-97-es azonban sosem érkezett meg Japánba. A kutató-mentő akció során több ezer négyzetkilométernyi tengerrészt vizsgálnak át a gép útvonalának mentén. Az eredmény? Semmi. A hatalmas szállítógépnek egyszerűen nyoma veszett. Az ördögtengeren vagy a fölött valami olyan hatalmas erő jelent meg, amely nyomtalanul eltüntette a C-97-est. Vajon mi történhetett ezzel a masszív, hadicélokra épített remek géppel, amely zavartalan időjárási viszonyok közt repült? A választ a mai napig nem tudja senki. Az eset rejtély maradt, és a hasonló esetek kockázatát ma is vállalniuk kell a katonaságnál szolgáló nőknek és férfiaknak. Az ördögtenger mindmáig jól őrzi a titkát. A merész kutatók és expedíciók munkája nyomán azonban lassan kezd lehullani a lepel az évszázados rejtélyekről. Akár csak a Bermuda háromszögben, az ördögtengeren is minden más, mint aminek látszik. A Japántól délre elterülő ördögtenger mára olyan hírhedté vált, mint az Atlanti óceánon a Bermuda háromszög. Több hatalmas hajó is eltűnt már ezen a tengerrészen, méghozzá hirtelenül és nyom nélkül. A japán parti őrség adatai szerint a Japánt körülvevő tengereken nagyjából évi 2,5 ezer hajózási baleset történik. Az óceán hatalmas és könyörtelen erő. És egy szénakazalban is könnyebb megtalálni ama bizonyos tűt, mint ebben a körzetben egy hajó. Éppen ezért 14 évvel azt követően, hogy a hatalmas brit hajó a Derbyshire eltűnt ezeken a vizeken, már alig hittek benne néhányan, hogy valaha is rá lehet találni. A hivatalos jelentés a természeti erőket jelölte meg a baleset okaként, és ezzel le is zárták az ügyet. A tengerészek családtagjai azonban nem akarták hagyni, hogy ilyen simán elaludjon az ügy. Válaszokat követeltek. Csak azt akartuk megtudni, hogy pontosan mi is történt a hajóval, és miért veszett oda 44 ember. Közölték, hogy a hivatalos vizsgálatot csak akkor kezdhetik újra, ha új bizonyítékok kerülnek elő, kizárólag a Derbyshire-rel kapcsolatban. A hajózási iparág képviselői meg voltak győződve róla, hogy a hajóra sosem találnak rá. Az érintett családok azonban nem adták fel.
1994. júliusában expedíció indult az Ördögtengerre David Mears vezetésével, melynek tagjai kiváló tengerészeti és oceanográfiai szakértők voltak. Meg voltak győződve róla, hogy kiderítik, mi történt. Reményeiket egyetlen halványnyom táplálta. A derbisör eltűnését követően a kutatóegységek egy vékony olajcsíkot jeleztek, nem messze a hajó utolsó ismert pozíciójától. Az olajfoltból korábban még senki sem indult ki, mint nyomra vezetőből. Így aztán nem volt egyértelmű, hogy mekkora az átkutatandó terület. Hogy az olajfolt közvetlenül a hajó elsüllyedési helyénél volt, avagy az áramlatok 10, 50, 100 vagy akárhány tengeri mérfölddel odébb sodorták. Én azonban úgy éreztem, hogy ez nagyon fontos nyom, ami elvezethet minket a derbisör roncsához. Mears és csapata ezen az egy nyomon elindulva próbálták meg a lehetetlent, hogy felkutassák a derbisört és feltárják a rejtélyt. Egy dolog azonban belefogni a keresésbe, de a hatalmas háborgó tengeren rá is bukkanni a hajóra, az már egészen más kérdés. A tenger itt több kilométer mély, és ha a derbisör még ott is hevert volna a fenéken, 14 év elteltével nehéz lett volna megmondani, hogy milyen állapotban lehet. A csapat látszólagos esélytelensége dacára ebbe a fejlett eszközbe vetette minden reményét. Ez az oldalsávos vontatott szonár, a hangradar. A hajó mögött egy kábelen húzva ez végighalad a tenger mélyén, és a kibocsátott hanghullámok révén mintegy letapogatja, hogy mi rejlik a több kilométeres mélységben. Ez a művelet azonban az idővel való versenyfutást jelentette számukra, mivel mindez napi több tízezer dollárba került, és nekik csupán 8 napra futotta a pénzükből. A hangradart lebocsátották az Ördögtenger vizébe, s az adatok nyomán megdöbbentő kép rajzolódott ki a tengerfenékről. Az avatatlan szem itt csupán árnyékok és alakzatok összevisszaságát látná. David Mears azonban rögtön észrevett valamit. Ezen a területen hirtelen felfigyeltem valami gyanús formára. A következő letapogatáskor már újabb gyanús alakzatot láttam. És a harmadik, még közelebb végzett letapogatáskor szinte egyenesen ráfutottunk egy nagy, sűrű, kemény anyagcsomóra, ami fém vagy kő is lehetett. Vajon ez lett volna a nagy áttörés? Mindenki jól tudta, hogy ezen az apróságon fordulhat meg az expedíció sikere vagy kudarca. Minden azon múlt, mit mutat a hangradar a következő megközelítéskor. Amikor közvetlen közelről kezdtük letapogatni azt a részt, és jöttek volna a képek, elvesztettük a szonárt. Egy pillanat alatt. Már most ezt az eszközt nagyon súlyos és tömör acélkábelen vontatjuk, ami csak így elpattant. A 600 ezer dolláros készüléknek rögtön annyi volt. A vontatott hangradar, amely a siker kulcsát adhatta a kezükbe, tehetetlenül hevert több kilométer mélyen a tengerfenéken. A csapat ideje fogytán volt. Eddig 1-0 az Ördögtenger javára. Mielőtt azonban megpróbálhatták volna kiemelni az eszközt, a horizonton vihar közeledett, és a hajón mindent le kellett rögzíteni. Ők is nagyon jól tudták, mire képes az itteni időjárás. Ezen a vidéken még a leghatalmasabb hadiflottával is el tudott bánni az időjárás. Az amerikai haditengerészet hajóit ma már elképesztően fejlett technikával szerelik fel, és segítségükre vannak a tapasztalatok is. De vajon a tengerészek sorsát ismét az Ördögtenger fogja eldönteni? Az Ördögtenger évszázadok óta szorította össze azok szívét, akik e területre merészeltek hajózni, és közülük sokat halálos ölelésben ragadott el. Ez a hely olyan félelmetes, hogy az ősi legendák szerint is démonok lakhelye. A mai feltevések szerint pedig egy újabb Bermuda háromszögről is szó lehet. A 20. század közepe óta egy minden eddiginél hatalmasabb emberi erő is járja már a titokzatos vizeket. A II. Világháború végét követően az amerikai haditengerészet 7. flottája Japánban alakította ki támaszpontját. Azóta ők a csendes óceán urai.
A hetedik flotta, amikor e vizeket járja, nem fél semmitől. Semmitől, ami emberi erő. A tengerészek azonban ma is tudják, hogy ébernek kell lenniük, mert az ördögtenger bármikor ellenük fordulhat. Sokszor csak enyhe szellő fújdogál, és alig van hullámzás. Szóval minden rendben. Most is, ha körülnéznek, ez a helyzet. A nap is süt. És ha nem a hadiflottánál lennénk, kifeküdnék a fedélzetre napozni. De itt, alig 3-4 órán belül olyan vihar is feltűnhet, mintha 1000 ördög szabadulna el. Ezen a részen sosem lehet tudni, hogy mi vár ránk. Az ördögtengert csak úgy lehet túlélni, ha pontosan tudjuk, hogy mire képes. A veszélyzónában nem a vadászpilóták, hanem a meteorológusok a legfontosabb kulcsemberek, akik állandóan figyelnek, és az első gyanús jelre riasztanak. Az ő szótárukban nincs benne a kudarc szó, hiszen ha hibáznak, hatalmas veszélynek tehetik ki magukat, mert akkor a földkerekség legkegyetlenebb viharaival kell szembenézniük. Mégis szinte hihetetlen, hogy ezek a masszív hadihajók, melyeket úgy építettek, hogy szinte bármit kibírjanak, ezek is könnyen áldozatul eshetnek a természet erőinek. Az ördögtenger azonban már többször megmutatta, hogy mit tud tenni velük. A tengerészet emlékezetében ma is élénken él egy tragédia. 1944. decembere. A II. Világháború teljes erejével tombol a csendes óceánon. Ezen a hadszíntéren a japán öngyilkos repülők, a kamikázék jelentik a legrettegettebb ellenséget. Az amerikaiak azonban még ennél is rémületesebb erővel kerültek szembe. A 38-as bevetési osztag, mely anyahajókból és kísérőikből áll, a Fülöp-szigetek körzetében vette fel a harcot a japánokkal. Ők puhították meg a japán védelmet, mielőtt MacArthur csapatai partra szálltak volna. Miután 3 napon át szakadatlanul bombázták az ellenséget, félbe kellett hagyniuk a támadást, hogy a köteléknél üzemanyagot vételezzenek. A láthatáron azonban egy halálos erő bukkant fel, amely sokkal tapusztítóbb volt bárminél, amit a japánok valaha is bevetettek. A hajók az egyre erősebben háborgó tengeren nagy nehézségek között próbálnak tankolni, amikor a tájfun teljes könyörtelenségével lecsap rájuk. A hatalmas vihar elől nincs hová bújni. A 38-as kötelék tengerészeinek most már az életükért kell küzdeniük. Egyes leírások szerint hegynyi hullámok voltak, és szörnyen háborgott a tenger. A hajók dülöngéltek, imbolyogtak. A szél 50-70 csomós, vagyis 90-120 kilométeres volt óránként. De előfordult a 210 kilométeres széllökések is. Érthető, hogy iszonyúan dübörgött, és közben a hajók ide-oda dülöngéltek. Rémisztő élmény lehetett ez a fedélzeten tartózkodók számára. Több tengerész élt már át kamikáze támadást, de akkor úgy érezték, hogy a tájfunnál félelmetesebb ellenfelet még nem láttak. A kötelékben szolgáló tengerészek a következő néhány órában megjárták a földi poklot. A viharos szél és a 20 méteres hullámok kitartóan ostromolták őket. 3 romboló fel is borult, és 16 másik hajó megrongálódott. A repülőgép hordozók fedélzetéről 200-nál is több gépet sodort le az orkán. Az alsó fedélzeteken emiatt több helyen tűz ütött ki. Mire a viharnak vége lett, az amerikaiak veszteségei 765 halottra rúgtak. Ez volt az amerikai haditengerészet legsúlyosabb természeti katasztrófája a 20. században. Az egykor dicsőséges flotta sebzetten, sérülten vándorolt vissza a kikötőbe. A gyilkos tájfun hirtelen lepte meg a 38-as köteléket. Azért, hogy a jövőben teljesen elkerülhessék a hasonló helyzeteket, a haditengerészet a csendes óceán számos pontján állított fel meteorológiai állomásokat. Az amerikai haditengerészet meteorológiai és oceanográfiai központja a japán Yokosukában van, és állandóan figyel.
Jelenleg éppen egy hatalmas tájfun kialakulását követik nyomon az Ördög-tengeren, ahol szinte futószalagon keletkeznek a tájfunok. A melegvízű tengeren évente akár 30 gyilkos nagyvihar is kialakulhat. Ilyenkor 300 km per óránál is erősebb szél tombol, mely 20 méter magas, 100 kilométeres sebességgel rohanó hullámokat tud felkorbácsolni. Ez a víztömeg mindent elpusztít. Egy ilyen viharnál akár 9-10 méteres hullámokra is számítani lehet. Tehát a hajók most nem mehetnek ebbe a körzetbe. Tisztességes távolságot kell tartaniuk a kínai partoktól, mivel 160-190 km per órás széllökések is kialakulhatnak a nyugat felé haladó viharban. Ha a szél sebessége meghaladja 315 kilométeres sebességet, a tájfunt már szuper tájfunként említik, és ez a földi természet egyik legpusztítóbb ereje. Ez a haditengerészeti meteorológusok legszörnyűbb rémálma. A szuper tájfunok során 10 méternél jóval magasabb hullámok is létrejöhetnek. Ekkora hullámokat egyetlen hajó fedélzetéről sem néznénk szívesen. Egy ilyen hullám már el tud süllyeszteni, vagy partra tud vetni egy hajót, de szétrombolhatja a kikötőt is, ha partot ér. A 300 kilométeresnél nagyobb széllökések a betonszerkezeteket is szét tudják törni. Mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül. A haditengerészet meteorológusainak legfőbb dolguk azt biztosítani, hogy ha mégis létrejön egy ilyen szörnyeteg, akkor egyetlen hajójuk se legyen a vihar útjában. Ha a hajó közel van a parthoz, akkor a kikötőbe menekülhet. De ez is csak kétes biztonság. A nyílt tengeren rekedt hajóknak azonban fel kell venniük a harcot a vihar teljes dühével. Az Ördög-tengeren eltűnt hajók legnagyobb része akkor veszett oda, amikor a körzetben hatalmas viharok tomboltak. Ezek azonban óriási méretű hajók, amik a legnagyobb viszontagságoknak is ellen kell, hogy álljanak. Önmagában a tájfun még nem süllyesztheti el őket. Amikor az óriási teherszállító hajó, a Brit Derbyshire 1980. szeptemberében az Ördög-tengeren hajózott, éppen a tájfun szezon közepén tette ezt. Szeptember 9-én délelőtt, 10 óra 19 perckor a kapitány azt jelentette, hogy a hajó 125 km per órás széllökésekkel küszködik 10 méteres hullámok között. A parancsnok azonban nem aggódott különösebben. Bízott benne, hogy egy ilyen hatalmas és remekül megtervezett hajó biztonságban át tudja vészelni az ilyen mostoha körülményeket is. Rádió üzenetében azt közölte, hogy legfeljebb néhány nap késéssel fognak befutni a kikötőbe. A Derbyshire mégis nyom nélkül eltűnt. Vajon miben tévedhetett ekkorát a kapitány? Lehetséges, hogy a választ a tenger mélységes mélye rejti. Ez a hatalmas Zord erők birodalma, amelyet a modern tudomány sem tud még egészen felmérni. Lehetséges, hogy ezen erők tartják kezükben az Ördög-tenger rejtélyeinek kulcsát. A Japán közelében fekvő Ördög-tengert sokan a Csendes-óceán Bermuda háromszögének nevezik, ahol már meg annyi hajó és repülőgép tűnt el nyom nélkül. Lehetséges, hogy a titok nyitját itt mélyen a felszín alatt kell keresnünk. A halálos Zord erők birodalma ez, melyek bárkire bármikor lecsaphatnak, aki csak az Ördög-tengeren vagy alatta hajózik. Az Ördög-tenger meg annyi tenger alatt járónak is a hullám sírja lett már, és a vízmélye különösen a II. Világháborúban szedett sok áldozatot. Az amerikai haditengerészet minden ötödik tenger alatt járója maradt örökre a hullámok mélyén ekkor, s a világháborúban elveszett 52 amerikai tenger alatt járó csaknem felének sorsáról ma sem tudni biztosat. Korunk kutatói azon dolgoznak, hogy feltárják az Ördög-tenger legmélyebb mélységeinek titkait. A Japán Tengerkutató és Oceanográfiai Intézet rendszeresen küld kutatóbúvárhajókat ebbe a körzetbe. A sinkai 6500-as búvárhajó a flotilla büszkesége. Úgy építették meg, hogy a világtengerek legmélyebb pontjaira is lemerülhessen.
A tudósok sok hosszú órát töltöttek a fedélzetén a sötét mélységekben. És eközben egy olyan rendkívüli világ tárult fel a szemük előtt, amely sokak számára hihetetlen volt. Az óceánok mélyén meghúzódó tengeri árkok helyenként akár a 11-12 ezer méteres mélységet is elérhetik. Ha ebbe az árokba belehelyeznénk a világ legmagasabb hegyét, a Mount Everestet, a csúcsa még akkor is több kilométerrel a felszín alatt volna. A kutatók e víz alatti birodalomnak még szinte csak a felszínét ismerik. Lehetséges, hogy itt van a II. Világháborúban nyomtalanul eltűnt tenger alatt járók végső nyughelye. Nem lehet biztosan megmondani ma sem, hogy mit rejt a sötét tenger mély. Egyesek azt is felvetették, hogy az ördög tenger mélyén valamilyen idegen életforma rejtőzhet. Egy szovjet tudósnak a térségből publikált beszámolóját számos helyen idézte a paranormális hívők sajtója. 1980. augusztus 18-án a Vladimir Vobirov szovjet hajó éppen a japán partoknál végzett kutatóexpedícióról volt hazatérőben. Platonov professzor, az expedíció vezetője arról számolt be, hogy a vízfelszín alól hirtelen egy azonosítatlan tárgy robbant elő, majd körözni kezdett a hajó körül. A professzor szerint ez a valami hengeres alakú volt, és éles kék fénnyel árasztotta el a térséget. Platonov beszámolója szerint a dolog egyetlen földi tárgyhoz sem volt hasonlítható. Nem voltak képesek azonosítani. Miután több percig körözött a hajó körül, ugyanolyan hirtelen merült vissza a mélységbe, mint ahogyan feltűnt. Az évek során számos hasonló történet látott már napvilágot, és ezekkel is tovább bővült az ördögtenger legendáriuma. A víz alól hirtelen előbukkanó tárgyak létére van azonban más magyarázat is. A japán tudósok többsége elveti, hogy a víz alatt egy idegen életforma tanyázna. Az igazat megvalva, jelenlegi tudásunk alapján szinte valamennyi jelenségre adható már magyarázat. És efféle különös jelenséggel még sosem találkoztam. Vajon miféle természeti erő lökhet fel több kilométeres mélységből ilyen erővel bármit is? Az egyik választ az ördögtenger nyugati térségének mélyén találjuk, ahol a föld olvadt köpenyének anyaga több helyütt is át tudja törni a sérülékeny kőzetkérget. A tengerfenék mélyén ilyenkor nagyon hirtelen szabadulnak el a hatalmas erők, majd ugyanilyen gyorsan abba is maradhat a jelenség, mindenféle észlelhető nyom nélkül. Egy eltűnt hajó rejtélye persze megint más dolog. Az 1950-es években a New York Times közölt beszámolót egy ilyen eltűnésről, amivel felhívta a világ figyelmét az ördögtengerre. szeptember 23. A japán parti őrség naszádja a Kayomaru 5 nevű hajó 35 főnyi legénységével az ördögtengerre, a Myojin zátonyok felé tart, hogy titokzatos víz alatti jelenségeknek járjon utána. A hajó gyorsan tud haladni, így a tengerészek azt remélik, hogy kevesebb, mint egy nap alatt elérik a zátonyt. Miután azonban három napon át nem tudnak kapcsolatot teremteni a hajóval, a japán parti őrség eltűntnek nyilvánítja őket. A közelben haladó hajók irányt változtatnak és a körzetbe sietnek, hogy túlélők után kutassanak. De a Kayomaruról egyetlen embert sem találnak meg. Az eset körül csak sűrűsödik a rejtély, amíg a kutatók teljesen véletlenül tanúi nem lesznek egy szilaj természeti jelenségnek. Ha egy ilyen vulkán tört volna ki hirtelen a Kayomaru alatt, akkor a hajó azonnal elpusztul. Még csak segélykérő hívásra sem maradt volna idejük. A kutatók találtak is néhány hajóroncs darabot, de egyiken sem volt rajta a Kayomaru neve, és nem találtak egyetlen túlélőt, hírmondót sem. A Kayomaru titkát még ma is őrzi az ördögtenger.
A gyászoló családtagoknak bele kellett nyugodniuk, hogy a hajó egyszerűen eltűnt, s vele együtt vesztek a tengerbe férjeik, fiaik, apáik is. A japán parti őrség figyelmeztetést adott ki a hajóknak, hogy kerüljék el a Myojin zátony környékét, mert tenger alatti vulkánkitörés veszélye fenyeget. És így született meg a legenda. A mélységből feltörő rengés azonban másként is pusztíthat. Ha a tengerparti japán városokban földrengés tör ki, a lakosok a környező hegyekbe menekülnek. A tengermélyi földrengés lökés hullámai ugyanis elérik a vízfelszínt is, és ez hatalmas víztömegeket renget meg és repít szét szédítő sebességgel. Ez a megállíthatatlan erő a cunami, a halálos szökőár. A nyílt tengeren a szökőár hullám akár 800 km per órás sebességgel is haladhat. Aki az útjába kerül akár a parton, akár a kikötőben, az halálfia. Takeo Suzuki még kisgyerekként azon néhány szerencsefia között volt, akik túlélték a falujukra lecsapó hatalmas cunamit. Borzalmas volt. A földrengés 12 órakor tört ki, és pár perccel később már ott is volt a szökőár. Mindenki menekülni próbált. A közelünkben lévők közül is nagyon sokan meghaltak, de mi megmenekültünk. A történelem során a tengerrengés nyomán keletkezett cunamik már több százezer ember életét követelték. Japán vidékén ma is nagy pusztítást végeznek a szökőárak. És az emberek gyakran csak akkor ébrednek tudatára a halálos veszélynek, amikor már késő. Kevesen tudják, Chip McCreary-nél, a csendes óceáni cunami riasztó központ munkatársánál jobban, hogy milyen veszélyes a szökőár. Még egy 3 méter magas szökőár is pusztító erejű, hiszen a tenger vízszintje 3 métert emelkedik, és jó 5-10-15 percen át ilyen magasan is marad. Ennyi idő alatt hatalmas víztömeg zúdul végig az adott területen óriási sebességgel. Nem csak maga az árvíz a veszélyes, hanem az az erő, amivel mindent ledönt, ami az útjába kerül. A magával sodort tárgyak is halálosak. Nem csoda hát, hogy sokak szerint ezek az óriási hullámok a felelősek az Ördögtengeren nyomtalanul eltűnt hajók pusztulásáért. A cunamikat jól ismerők szerint azonban ez valószínűtlen. Kint a nyílt tengeren a legpusztítóbb cunamik hullámai sem igen nagyobbak 1 méteresnél. És mivel a hullámhosszuk igen-igen nagy, a hullámhegy és a hullámvölgy között nagyon sok idő telik el, akár 20 perc, vagy egy óra is. A nyílt vizen tehát ez a lassú és csekély tengerszint változás szinte észrevétlen is maradhat. Noha a partvidéken hatalmas pusztítást visznek végbe, a szökőárhullámok alig ha felelősek a nyílt tengeren eltűnt hajók végzetéért. A derbisört kereső expedíció számára mindeközben vészesen fogyott a rendelkezésre álló idő. A hajó eltűnésének feltételezett helyén eleinte igen biztató hangradaros letapogatásokat tudtak végezni, de mielőtt kijelenthették volna, hogy rátaláltak a derbisörre, a hangradar elveszett, elnyelte az Ördögtenger. Miután elült a vihar, folytathatták a munkát. Megkísérelték kiemelni a hangradart és azonosítani az alattuk fekvő nagy tárgyat. De vajon ők is felkészültek arra, amit jó 4 kilométer mélyen találtak? A csendes óceán Bermuda háromszögének is nevezett Ördögtengeren semmi és senki nem lehet biztonságban. Számos hajó tűnt el itt nyomtalanul, meg annyi tenger alatt járó maradt itt örökre, és repülőgépeknek is veszett már nyoma. Egyesek a természeti, mások természet feletti erőket okolnak mindezért. Afelől azonban semmi kétség, hogy a világtengereknek ez az egyik leghalálosabb és legrejtélyesebb területe. Az egyik első komoly nyom azonban fájdalmasan csalóka volt. Az Ördögtenger már meghiúsított egy az eltűnt derbisör felkutatására irányuló kísérletet.
Az expedíció éppen akkor veszítette el a mélybe bocsátott hangradarját, amikor az képeket kezdett küldeni a letapogatott tengerfenék egy gyanús alakzatáról. Mentő expedíciót kellett tehát indítani a készülék kiemelésére és a mélyben rejtőző titokzatos alakzat azonosítására. Előkészítették hát a távirányítású merülőegységet, melyet hamarosan komoly próbára is tett a mélység. Vajon bírni fogja a kemény titán burkolat a roppant víz tömeg hatalmas nyomását több kilométer mélyen? Csupán néhány vékonykának tűnő drótkötél kapcsolta össze az értékes búváregységet a bázishajóval. Ha a 4 kilométeres mélységben bármi baj történik, a felszínről képtelenség lett volna bármit is tenni. Mindnyájan nagyon feszültek voltunk, hiszen egy roppant drága műszerről volt szó, amit lebocsátottunk a tenger mélyére, ahol talán ott rejtőzik a hajóroncs, amit keresünk. Tudtuk, hogy ha nem sikerül képet készíteni róla, akkor senki sem hisz nekünk. Ha üres kézzel térünk haza, akkor az a totális kudarc lett volna. Sikerült kiemelni a hangradarunkat, ami önmagában is borzasztó nehéz művelet volt, hiszen a készülék önmagában 1 tonnát nyomott. Ezek után lemerültünk magához a céltárgyhoz is, de ekkor már csak 6 óránk maradt, mielőtt el kellett indulnunk. A feszültség a tetőfokára hágott a fedélzeten, amikor eladdig sosem látott képek kezdtek érkezni a tenger mélyéről. A merülőegység fényesen csillogó vasérc nyomait találta meg a tenger mélyén. A Derbyshire-nek pontosan ez volt a rakománya, amikor eltűnt. Az elgörbült vas szerelvények nyomán megerősíthették, hogy egy hajóroncsot találtak. És ekkor jött el az a pillanat, amelyre mindannyian vártak. Végre bizonyítékot találtak arra, hogy a hatalmas hajó nem egyszerűen csak eltűnt, hanem elsüllyedt, és hogy a rejtélykulcsa itt lehet előttük. Hajóroncsra bukkanni hihetetlen érzés. Sokan jövendölték meg, hogy úgysem lehet rátalálni. Így hát, amikor tényleg megpillantottuk a hajót, ezeket a képeket hihetetlen érzés volt látni. Paul Lambert, a Derbyshire legénységének családjait összefogó szövetség tagja számára a hír egyszerre jelentett megkönnyebbülést és fájdalmas gyászt. A hozzátartozók közül sokan lelkük mélyén még ekkor sem akarták elfogadni, hogy a hajó elsüllyedhetett. A környéken sok a lakatlan sziget, és többen még hittek benne, hogy a férjük, a fiúk, a lányuk egy ilyen szigetre vetődött. Emlékezzünk most azokra, akik a tengeren veszítették életüket a Derbyshire nevű teherszállító hajó elsüllyedésekor. Amikor valóban meglett a hajóroncs, és ez a remény is elveszett az emberek számára, az érzelmek vihara öntött el minket. Ekkor már valóban szembesülni kellett azzal, hogy a szeretteink nem térnek haza. Sokan pedig még akkor 14 évvel a hajó pusztulása után is hittek ebben. Jeffrey Victor Underhill. Az eltűnt tengerészek családja 14 viszontagságos év után kapta meg a végleges választ. Raymond William Taylor, Peter Lambert, Nigel Coates. David Mears és csapata minden esélytelenség dacára és a kritikusok vélekedése ellenére sikeresen rábukkant a Derbyshire roncsaira. Megcsinálták a lehetetlent. Az viszont még ekkor is nagy kérdés volt, hogy miféle katasztrófa süllyeszthette el a teherhajót. Az expedíció adatai nyomán a tengerészeti szakértők immár rekonstruálni tudták a hajó utolsó perceit. A Derbyshire-t egy olyan tájfun kapta el, amely elől nem volt menekvés. A hullámok hossza csak nem pontosan megegyezett a hajó hosszával, így amint a Derbyshire lesiklott az egyik hullámról, az orra már a következőnek csapódott. Az egymás után csapkodó hullámok apránként széttépték az orr illesztékeit, és a víz elárasztotta az előső rakteret. A hajó orr egyenként fúródott bele minden hullámba, és a legénység ekkor már tudhatta, hogy nagy a baj. Bizonyosan érezték. A tapasztalt tengerésztiszt és a matróz pontosan érzi, hogy miként viselkedik a hajótest az egyes hullámok hátán. A félig elöntött előső raktér miatt már megváltozott a mozgása.
Miután az orr víz alá került, csak időkérdése volt, hogy a víz mikor önti el a kettes és hármas rakteret is. A hajó ekkor kezdett el süllyedni, és innen már nem volt visszaút. A háborgó tenger három darabra tépte a derbisört, miközben a hajó süllyedt. A legénységnek semmi esélye nem volt. Nem volt sem idő, sem mód a mentőcsónakok vízre bocsátására és a menekülésre. Csak abban bízhattak, hogy a hajó bármilyen sérülten is, de átvészeli a vihart. A becsléseim szerint úgy 10 perc alatt azonban véglegesen eldőlt, és ezt ők is látták, hogy a hajó menthetetlen. Az expedíció utolsó ténykedéseként még elhelyezett egy emléktáblácskát a Derbyshire előfedélzetére, melyre az elhaltakért mondott ima szavait írták fel. Sajnálatos módon azonban nem a Derbyshire volt az utolsó hajó, amelyet így ért utol a végzet. Alig néhány évvel a Derbyshire pusztulása után két testvérhajóját is olyan viharok szaggatták szét, amelyeket ki kellett volna bírniuk. Mindkét esetért ugyanaz a tervezési hiba volt felelős. A Derbyshire tragédiája nyomán új biztonsági előírások születtek, melyeket ma már minden hajónál alkalmazni kell. A régebben épült hajók közül azonban soknak pontosan ugyanaz a gyenge pontja, mint a Derbyshire-nek volt. Paul Lambert számára a harc még egyáltalán nem ért véget. A Derbyshire rejtélyes eltűnésére ugyan fény derítettek, de Paul addig nem nyugszik, amíg nem teszik biztonságossá valamennyi hajót. Nem szeretném, ha a testvérem Peter és 43 társa teljesen hiába halt volna meg. Ezért mindvégig azon kell munkálkodnunk, hogy az új előírásokat és ajánlásokat betartassuk. Szeretném, ha a Derbyshire-re úgy emlékeznének, mint a jövőbeli életek megmentőjére. Sovány vigasz, de mégiscsak vigasz az, hogy a titokzatosnak vélt eltűnések közül többre igenis van magyarázat. Minden egyes olyan rejtély nyomán, amelyre sikerült fényderíteni, az ördögtengeren jelenleg is hajózó sok ezer tengerész életét tudjuk még jobban megóvni. A szakértők ma is egyetértenek abban, hogy még a legkuszább és legrejtélyesebb eseteknél is fel lehet tárni idővel az okokat. Ha nyílt tengeren hajózunk, ahol nincs semmi más, csak a víz, a hajó és a tengerésztársak, ott bármikor bármi megtörténhet. A Derbyshire esete is épp ilyen volt. Tehát, ha mi nem találunk rá, akkor ma sem tudna róla semmit a világ. Sokan hihették persze azt, hogy a hajó pusztulását valamilyen titokzatos, megmagyarázhatatlan jelenség okozta. De mi bebizonyítottuk, hogy nem így volt. Pontosan tudjuk, miért süllyedt el, és ennek alapján bízom abban, hogy minden megmagyarázható. Legalábbis a Derbyshire-nél így volt. Vannak azonban, akik továbbra is rejtélyes okokra gyanakszanak. Egyre többen ébrednek rá, hogy nagyon sok dolgot nem tudunk megmagyarázni. Annak ellenére, hogy a tudomány rohamléptekkel halad előre. Azt hiszem, erről nem igen tudom meggyőzni azokat, akik szerint a tudomány mindent megmagyarázhat. A veszélyekkel teli ördögtengeren manapság is sok száz hajó küzd meg naponta a természet erőivel és az ismeretlen veszélyeivel. A rejtélyek ködébe burkolózó ördögtengeren a tengerészek csak fohászkodhatnak azért, hogy ne essenek áldozatul a csendes óceán leghalálosabb része erőinek. Tudtunk egy nagy, sűrű, kemény anyagcsomóra, ami fém vagy kő is lehetett. Vajon ez lett volna a nagy áttörés?
Mindenki jól tudta, hogy ezen az apróságon fordulhat meg az expedíció sikere vagy kudarca. Minden azon múlt, mit mutat a hangradar a következő megközelítéskor. Amikor közvetlen közelről kezdtük letapogatni azt a részt, és jöttek volna a képek, elvesztettük a szonárt. Egy pillanat alatt. Már most ezt az eszközt nagyon súlyos és tömör acélkábelen vontatjuk, ami csak így elpattant. A 600 ezer dolláros készüléknek rögtön annyi volt. A vontatott hangradar, amely a siker kulcsát adhatta a kezükbe, tehetetlenül hevert több kilométer mélyen a tengerfenéken. A csapat ideje fogytán volt. Eddig 1-0 az ördögtenger javára. Mielőtt azonban megpróbálhatták volna kiemelni az eszközt, a horizonton vihar közeledett, és a hajón mindent le kellett rögzíteni. Ők is nagyon jól tudták, mire képes az itteni időjárás. Ezen a vidéken még a leghatalmasabb hadiflottával is el tudott bánni az időjárás. Az amerikai haditengerészet hajóit ma már elképesztően fejlett technikával szerelik fel, és segítségükre vannak a tapasztalatok is. De vajon a tengerészek sorsát ismét az ördögtenger fogja eldönteni? Az ördögtenger évszázadok óta szorította össze azok szívét, akik e területre merészeltek hajózni, és közülük sokat halálos ölelésben ragadott el. Ez a hely olyan félelmetes, hogy az ősi legendák szerint is démonok lakhelye. A mai feltevések szerint pedig egy újabb Bermuda háromszögről is szó lehet. A 20. század közepe óta egy minden eddiginél hatalmasabb emberi erő is járja már a titokzatos vizeket. A II. Világháború végét követően az amerikai haditengerészet 7. flottája Japánban alakította ki támaszpontját. Azóta ők a csendes óceán urai. A 7. flotta, amikor e vizeket járja, nem fél semmitől. Semmitől, ami emberi erő. A tengerészek azonban ma is tudják, hogy ébernek kell lenniük, mert az ördögtenger bármikor ellenük fordulhat. Sokszor csak enyhe szellő fújdogál, és alig van hullámzás. Szóval minden rendben. Most is, ha körülnéznek, ez a helyzet. A nap is süt. És ha nem a hadiflottánál lennénk, kifeküdnék a fedélzetre napozni. De itt, alig 3-4 órán belül olyan vihar is feltűnhet, mintha 1000 ördög szabadulna el. Ezen a részen sosem lehet tudni, hogy mi vár ránk. Az ördögtengert csak úgy lehet túlélni, ha pontosan tudjuk, hogy mire képes. A veszélyzónában nem a vadászpilóták, hanem a meteorológusok a legfontosabb kulcsemberek, akik állandóan figyelnek, és az első gyanús jelre riasztanak. Az ő szótárukban nincs benne a kudarc szó, hiszen ha hibáznak, hatalmas veszélynek tehetik ki magukat, mert akkor a földkerekség legkegyetlenebb viharaival kell szembenézniük. Mégis szinte hihetetlen, hogy ezek a masszív hadihajók, melyeket úgy építettek, hogy szinte bármit kibírjanak, ezek is könnyen áldozatul eshetnek a természet erőinek. Az ördögtenger azonban már többször megmutatta, hogy mit tud tenni velük. A tengerészet emlékezetében ma is élénken él egy tragédia. 1944. decembere. A II. Világháború teljes erejével tombol a csendes óceánon. Ezen a hadszíntéren a japán öngyilkos repülők, a kamikázék jelentik a legrettegettebb ellenséget. Az amerikaiak azonban még ennél is rémületesebb erővel kerültek szembe. A 38-as bevetési osztag, mely anyahajókból és kísérőikből áll, a Fülöp-szigetek körzetében vette fel a harcot a japánokkal. Ők puhították meg a japán védelmet, mielőtt MacArthur csapatai partra szálltak volna. Miután 3 napon át szakadatlanul bombázták az ellenséget, félbe kellett hagyniuk a támadást, hogy a köteléknél üzemanyagot vételezzenek. A láthatáron azonban egy halálos erő bukkant fel, amely sokkal pusztítóbb volt bárminél, amit a japánok valaha is bevetettek.
A hajók az egyre erősebben háborgó tengeren nagy nehézségek között próbálnak tankolni, amikor a tájfun teljes könyörtelenségével lecsap rájuk. A hatalmas vihar elől nincs hová bújni. A 38-as kötelék tengerészeinek most már az életükért kell küzdeniük. Egyes leírások szerint hegynyi hullámok voltak, és szörnyen háborgott a tenger. A hajók dülöngéltek, imbolyogtak. A szél 50-70 csomós, vagyis 90-120 kilométeres volt óránként. De előfordultak 210 kilométeres széllökések is. Érthető, hogy iszonyúan dübörgött, és közben a hajók ide-oda dülöngéltek. Rémisztő élmény lehetett ez a fedélzeten tartózkodók számára. Több tengerész élt már át kamikáze támadást, de akkor úgy érezték, hogy a tájfunnál félelmetesebb ellenfelet még nem láttak. A kötelékben szolgáló tengerészek a következő néhány órában megjárták a földi poklot. A viharos szél és a 20 méteres hullámok kitartóan ostromolták őket. Három romboló fel is borult, és 16 másik hajó megrongálódott. A repülőgép hordozók fedélzetéről 200-nál is több gépet sodort le az orkán. Az alsó fedélzeteken emiatt több helyen tűz ütött ki. Mire a viharnak vége lett, az amerikaiak veszteségei 765 halottra rúgtak. Ez volt az amerikai haditengerészet legsúlyosabb természeti katasztrófája a 20. században. Az egykor dicsőséges flotta sebzetten, sérülten vándorolt vissza a kikötőbe. A gyilkos tájfun hirtelen lepte meg a 38-as köteléket. Azért, hogy a jövőben teljesen elkerülhessék a hasonló helyzeteket, a haditengerészet a Csendes-óceán számos pontján állított fel meteorológiai állomásokat. Az amerikai haditengerészet meteorológiai és oceanográfiai központja a japán Yokosukában van, és állandóan figyel. Jelenleg éppen egy hatalmas tájfun kialakulását követik nyomon az Ördög-tengeren, ahol szinte futószalagon keletkeznek a tájfunok. A melegvízű tengeren évente akár 30 gyilkos nagyvihar is kialakulhat. Ilyenkor 300 km/h-nál is erősebb széltombol, mely 20 méter magas, 100 kilométeres sebességgel rohanó hullámokat tud felkorbácsolni. Ez a víztömeg mindent elpusztít. Egy ilyen viharnál akár 9-10 méteres hullámokra is számítani lehet. Tehát a hajók most nem mehetnek ebbe a körzetbe. Tisztességes távolságot kell tartaniuk a kínai partoktól, mivel 160-190 km/h széllökések is kialakulhatnak a nyugat felé haladó viharban. Ha a szél sebessége meghaladja a 315 kilométeres sebességet, a tájfunt már szuper tájfunként említik, és ez a földi természet egyik legpusztítóbb ereje. Ez a haditengerészeti meteorológusok legszörnyűbb rémálma. A szupertájfunok során 10 méternél jóval magasabb hullámok is létrejöhetnek. Ekkora hullámokat egyetlen hajó fedélzetéről sem néznénk szívesen. Egy ilyen hullám már el tud süllyeszteni, vagy partra tud vetni egy hajót, de szétrombolhatja a kikötőt is, ha partot ér. A 300 kilométeresnél nagyobb széllökések a betonszerkezeteket is szét tudják törni. Mindent elpusztítanak, ami az útjukba kerül. A haditengerészet meteorológusainak legfőbb dolguk azt biztosítani, hogy ha mégis létrejön egy ilyen szörnyeteg, akkor egyetlen hajójuk se legyen a vihar útjában. Ha a hajó közel van a parthoz, akkor a kikötőbe menekülhet. De ez is csak kétes biztonság. A nyílt tengeren rekedt hajóknak azonban fel kell venniük a harcot a vihar teljes dühével. Az Ördög-tengeren eltűnt hajók legnagyobb része akkor veszett oda, amikor a körzetben hatalmas viharok tomboltak. Ezek azonban óriási méretű hajók, amik a legnagyobb viszontagságoknak is ellen kell, hogy álljanak. Önmagában a tájfun még nem süllyesztheti el őket. Amikor az óriási teherszállító hajó, a Brit Derbyshire 1980. szeptemberében az Ördög-tengeren hajózott, éppen a tájfun szezon közepén tette ezt. Szeptember 9-én délelőtt, 10 óra 19 perckor a kapitány azt jelentette, hogy a hajó 125 km/h széllökésekkel küszködik 10 méteres hullámok között. A parancsnok azonban nem aggódott különösebben.
Bízott benne, hogy egy ilyen hatalmas és remekül megtervezett hajó biztonságban át tudja vészelni az ilyen mostoha körülményeket is. Rádió üzenetében azt közölte, hogy legfeljebb néhány nap késéssel fognak befutni a kikötőbe. A Derbyshire mégis nyom nélkül eltűnt. Vajon miben tévedhetett ekkorát a kapitány? Lehetséges, hogy a választ a tenger mélységes mélye rejti. Ez a hatalmas Zord erők birodalma, amelyet a modern tudomány sem tud még egészen felmérni. Lehetséges, hogy ezen erők tartják kezükben az ördög tenger rejtélyeinek kulcsát. A Japán közelében fekvő ördögtengert sokan a csendes óceán Bermuda háromszögének nevezik, ahol már meg annyi hajó és repülőgép tűnt el nyom nélkül. Lehetséges, hogy a titok nyitját itt mélyen a felszín alatt kell keresnünk. A halálos Zord erők birodalma ez, melyek bárkire bármikor lecsaphatnak, aki csak az ördögtengeren vagy alatta hajózik. Az ördögtenger meg annyi tenger alatt járónak is a hullám sírja lett már, és a vízmélye különösen a II. Világháborúban szedett sok áldozatot. Az amerikai haditengerészet minden ötödik tenger alatt járója maradt örökre a hullámok mélyén ekkor, s a világháborúban elveszett 52 amerikai tenger alatt járó csaknem felének sorsáról ma sem tudni biztosat. Korunk kutatói azon dolgoznak, hogy feltárják az ördögtenger legmélyebb mélységeinek titkait. A Japán Tengerkutató és Oceanográfiai Intézet rendszeresen küld kutatóbúvárhajókat ebbe a körzetbe. A Shinkai 6500-as búvárhajó a flotilla büszkesége. Úgy építették meg, hogy a világtengerek legmélyebb pontjaira is lemerülhessem. A tudósok sok hosszú órát töltöttek a fedélzetén a sötét mélységekben. És eközben egy olyan rendkívüli világ tárult fel a szemük előtt, amely sokak számára hihetetlen volt. Az óceánok mélyén meghúzódó tengeri árkok helyenként akár a 11-12 ezer méteres mélységet is elérhetik. Ha ebbe az árokba belehelyeznénk a világ legmagasabb hegyét, a Mount Everestet, a csúcsa még akkor is több kilométerrel a felszín alatt volna. A kutatók e víz alatti birodalomnak még szinte csak a felszínét ismerik. Lehetséges, hogy itt van a II. Világháborúban nyomtalanul eltűnt tenger alatt járók végső nyughelye. Nem lehet biztosan megmondani ma sem, hogy mit rejt a sötét tenger mély. Egyesek azt is felvetették, hogy az ördög tenger mélyén valamilyen idegen életforma rejtőzhet. Egy szovjet tudósnak a térségből publikált beszámolóját számos helyen idézte a paranormális hívők sajtója. 1980. augusztus 18-án a Vlagyimir Vobirov szovjet hajó éppen a japán partoknál végzett kutatóexpedícióról volt hazatérőben. Platonov professzor, az expedíció vezetője arról számolt be, hogy a vízfelszín alól hirtelen egy azonosítatlan tárgy robbant elő, majd körözni kezdett a hajó körül. A professzor szerint ez a valami hengeres alakú volt, és éles kék fénnyel árasztotta el a térséget. Platonov beszámolója szerint a dolog egyetlen földi tárgyhoz sem volt hasonlítható. Nem voltak képesek azonosítani. Miután több percig körözött a hajó körül, ugyanolyan hirtelen merült vissza a mélységbe, mint ahogyan feltűnt. Az évek során számos hasonló történet látott már napvilágot, és ezekkel is tovább bővült az ördögtenger legendáriuma. A víz alól hirtelen előbukkanó tárgyak létére van azonban más magyarázat is. A japán tudósok többsége elveti, hogy a víz alatt egy idegen életforma tanyázna. Az igazat megvalva, jelenlegi tudásunk alapján szinte valamennyi jelenségre adható már magyarázat. És eféle különös jelenséggel még sosem találkoztam.
Vajon miféle természeti erő löghet fel több kilométeres mélységből ilyen erővel bármit is? Az egyik választ az Ördög-tenger nyugati térségének mélyén találjuk, ahol a föld olvadt köpenyének anyaga több helyütt is át tudja törni a sérülékeny kőzetkérget. A tengerfenék mélyén ilyenkor nagyon hirtelen szabadulnak el a hatalmas erők, majd ugyanilyen gyorsan abba is maradhat a jelenség, mindenféle észlelhető nyom nélkül. Egy eltűnt hajó rejtélye persze megint más dolog. Az 1950-es években a New York Times közölt beszámolót egy ilyen eltűnésről, amivel felhívta a világ figyelmét az Ördög-tengerre. szeptember 23. A japán parti őrség naszádja a Kayomaru 5 nevű hajó 35 főnyi legénységével az Ördög-tengerre, a Myojin zátonyok felé tart, hogy titokzatos víz alatti jelenségeknek járjon utána. A hajó gyorsan tud haladni, így a tengerészek azt remélik, hogy kevesebb, mint egy nap alatt elérik a zátonyt. Miután azonban 3 napon át nem tudnak kapcsolatot teremteni a hajóval, a japán parti őrség eltűntnek nyilvánítja őket. A közelben haladó hajók irányt változtatnak és a körzetbe sietnek, hogy túlélők után kutassanak. De a Kayomaruról egyetlen embert sem találnak meg. Az eset körül csak sűrűsödik a rejtély, amíg a kutatók teljesen véletlenül tanúi nem lesznek egy szilaj természeti jelenségnek. Ha egy ilyen vulkán tört volna ki hirtelen a Kayomaru alatt, akkor a hajó azonnal elpusztul. Még csak segélykérő hívásra sem maradt volna idejük. A kutatók találtak is néhány hajóroncs darabot, de egyiken sem volt rajta a Kayomaru neve, és nem találtak egyetlen túlélőt, hírmondót sem. A Kayomaru titkát még ma is őrzi az Ördög-tenger. A gyászoló családtagoknak bele kellett nyugodniuk, hogy a hajó egyszerűen eltűnt, s vele együtt vesztek a tengerbe férjeik, fiaik, apáik is. A japán parti őrség figyelmeztetést adott ki a hajóknak, hogy kerüljék el a Myojin zátony környékét, mert tenger alatti vulkánkitörés veszélye fenyeget. És így született meg a legenda. A mélységből feltörő rengés azonban másként is pusztíthat. Ha a tengerparti japán városokban földrengés tör ki, a lakosok a környező hegyekbe menekülnek. A tengermélyi földrengés lökés hullámai ugyanis elérik a vízfelszínt is, és ez hatalmas víztömegeket renget meg és repít szét szédítő sebességgel. Ez a megállíthatatlan erő a cunami, a halálos szökőár. A nyílt tengeren a szökőár hullám akár 800 km per órás sebességgel is haladhat. Aki az útjába kerül akár a parton, akár a kikötőben, az halálfia. Takeo Suzuki még kisgyerekként azon néhány szerencsefia között volt, akik túlélték a falujukra lecsapó hatalmas cunamit. Borzalmas volt. A földrengés 12 órakor tört ki, és pár perccel később már ott is volt a szökőár. Mindenki menekülni próbált. A közelünkben lévők közül is nagyon sokan meghaltak, de mi megmenekültünk. A történelem során a tengerrengés nyomán keletkezett cunamik már több százezer ember életét követelték. Japán vidékén ma is nagy pusztítást végeznek a szökőárak. És az emberek gyakran csak akkor ébrednek tudatára a halálos veszélynek, amikor már késő. Kevesen tudják, Chip McCreary-nél, a csendes óceáni cunami riasztó központ munkatársánál jobban, hogy milyen veszélyes a szökőár. Még egy 3 méter magas szökőár is pusztító erejű, hiszen a tenger vízszintje 3 métert emelkedik, és jó 5-10-15 percen át ilyen magasan is marad. Ennyi idő alatt hatalmas víztömeg zúdul végig az adott területen óriási sebességgel. Nem csak maga az árvíz a veszélyes, hanem az az erő, amivel mindent ledönt, ami az útjába kerül. A magával sodort tárgyak is halálosak.
Nem csoda hát, hogy sokak szerint ezek az óriási hullámok a felelősek az Ördögtengeren nyomtalanul eltűnt hajók pusztulásáért. A cunamikat jól ismerők szerint azonban ez valószínűtlen. Kint a nyílt tengeren a legpusztítóbb cunamik hullámai sem igen nagyobbak egy méteresnél. És mivel a hullámhosszuk igen-igen nagy, a hullámhegy és a hullámvölgy között nagyon sok idő telik el, akár 20 perc vagy egy óra is. A nyílt vizen tehát ez a lassú és csekély tengerszint változás szinte észrevétlen is maradhat. Noha a partvidéken hatalmas pusztítást visznek végbe, a szökőárhullámok aligha felelősek a nyílt tengeren eltűnt hajók végzetéért. A derbisört kereső expedíció számára mindeközben vészesen fogyott a rendelkezésre álló idő. A hajó eltűnésének feltételezett helyén eleinte igen biztató hangradaros letapogatásokat tudtak végezni, de mielőtt kijelenthették volna, hogy rátaláltak a derbisörre, a hangradar elveszett, elnyelte az Ördögtenger. Miután elült a vihar, folytathatták a munkát. Megkísérelték kiemelni a hangradart és azonosítani az alattuk fekvő nagy tárgyat. De vajon ők is felkészültek arra, amit jó 4 kilométer mélyen találtak? A csendes óceán Bermuda háromszögének is nevezett Ördögtengeren semmi és senki nem lehet biztonságban. Számos hajó tűnt el itt nyomtalanul, meg annyi tenger alatt járó maradt itt örökre, és repülőgépeknek is veszett már nyoma. Egyesek a természeti, mások természet feletti erőket okolnak mindezért. Afelől azonban semmi kétség, hogy a világtengereknek ez az egyik leghalálosabb és legrejtélyesebb területe. Az egyik első komoly nyom azonban fájdalmasan csalóka volt. Az Ördögtenger már meghiúsított egy az eltűnt derbisör felkutatására irányuló kísérletet. Az expedíció éppen akkor veszítette el a mélybe bocsátott hangradarját, amikor az képeket kezdett küldeni a letapogatott tengerfenék egy gyanús alakzatáról. Mentő expedíciót kellett tehát indítani a készülék kiemelésére és a mélyben rejtőző titokzatos alakzat azonosítására. Előkészítették hát a távirányítású merülőegységet, melyet hamarosan komoly próbára is tett a mélység. Vajon bírni fogja a kemény titán burkolat a roppant víz tömeg hatalmas nyomását több kilométer mélyen? Csupán néhány vékonykának tűnő drótkötél kapcsolta össze az értékes búváregységet a bázishajóval. Ha a 4 kilométeres mélységben bármi baj történik, a felszínről képtelenség lett volna bármit is tenni. Mindnyájan nagyon feszültek voltunk, hiszen egy roppant drága műszerről volt szó, amit lebocsátottunk a tenger mélyére, ahol talán ott rejtőzik a hajóroncs, amit keresünk. Tudtuk, hogy ha nem sikerül képet készíteni róla, akkor senki sem hisz nekünk. Ha üres kézzel térünk haza, akkor az a totális kudarc lett volna. Sikerült kiemelni a hangradarunkat, ami önmagában is borzasztó nehéz művelet volt, hiszen a készülék önmagában 1 tonnát nyomott. Ezek után lemerültünk magához a céltárgyhoz is, de ekkor már csak 6 óránk maradt, mielőtt el kellett indulnunk. A feszültség a tetőfokára hágott a fedélzeten, amikor eladdig sosem látott képek kezdtek érkezni a tenger mélyéről. A merülőegység fényesen csillogó vasérc nyomait találta meg a tenger mélyén. A derbisörnek pontosan ez volt a rakománya, amikor eltűnt. Az elgörbült vasszerelvények nyomán megerősíthették, hogy egy hajóroncsot találtak. És ekkor jött el az a pillanat, amelyre mindannyian vártak. Végre bizonyítékot találtak arra, hogy a hatalmas hajó nem egyszerűen csak eltűnt, hanem elsüllyedt, és hogy a rejtélykulcsa itt lehet előttük. Hajóroncsra bukkanni hihetetlen érzés. Sokan jövendölték meg, hogy úgysem lehet rátalálni. Így hát, amikor tényleg megpillantottuk a hajót, ezeket a képeket hihetetlen érzés volt látni.
Paul Lambert a Derbyshire legénységének családjait összefogó szövetség tagja számára a hír egyszerre jelentett megkönnyebbülést és fájdalmas gyászt. A hozzátartozók közül sokan lelkük mélyén még ekkor sem akarták elfogadni, hogy a hajó elsüllyedhetett. A környéken sok lakatlan sziget, és többen még hittek benne, hogy a férjük, a fiúk, a lányuk egy ilyen szigetre vetődött. Emlékezzünk most azokra, akik a tengeren veszítették életüket a Derbyshire nevű teherszállító hajó elsüllyedésekor. Amikor valóban meglett a hajóroncs, és ez a remény is elveszett az emberek számára, az érzelmek vihara öntött el minket. Ekkor már valóban szembesülni kellett azzal, hogy a szeretteink nem térnek haza. Sokan pedig még ekkor 14 évvel a hajó pusztulása után is hittek ebben. Jeffrey Victor Underhill. Az eltűnt tengerészek családja 14 viszontagságos év után kapta meg a végleges választ. Raymond William Taylor, Peter Lambert, Nigel Coates. David Mears és csapata minden esélytelenség dacára és a kritikusok vélekedése ellenére sikeresen rábukkant a Derbyshire roncsaira. Megcsinálták a lehetetlent. Az viszont még ekkor is nagy kérdés volt, hogy miféle katasztrófa süllyeszthette el a teherhajót. Az expedíció adatai nyomán a tengerészeti szakértők immár rekonstruálni tudták a hajó utolsó perceit. A Bermuda háromszög, a világ tengerek egyik legveszedelmesebb régiója. De mi van, ha létezik egy ennél is halálosabb rész? Lehetséges, hogy a csendes óceánon igen. Vajon miért tűnt el itt meg annyi kiválóan épített hajó? Nem lehetett megmenteni őket. Mi történt azzal a repülővel, amely nyom nélkül tűnt el itt? Azt hiszem, itt egy másik dimenzióba vezető kapu nyílt. Miféle pokoli erők vitték a tengerészeket a halálba? A fedélzeten lévők számára rémisztő élmény volt. A világ legerősebb haditengerészete is tud a veszélyekről. Akkor kezdődik a baj, ha nem félünk és nem tiszteljük az erőket. Ismerjék meg velünk együtt a csendes óceán leghalálosabb titkát. Járják be velünk a tengerek mélyét, a felszínét és a levegő eget, amely az ördög tenger felett terül el. September 1980. A Derbyshire teherhajó fedélzetén 150 ezer tonna vasérccel 410 kilométerre keletre halad el Okinawa partjaitól. A Derbyshire hatalmas teherszállító, hosszabb, mint 3 futballpálya, kétszer akkora, mint a Titanic. Csupán 4 éves és építése a kor legjobb alkotóinak mestermunkája. E hajó fedélzetén bárki biztonságban érezhette magát. Néhányan azonban, mint Peter Lambert tengerész, nem így voltak ezzel. Amikor hazajött eltávozásra, természetesen beszélt a hajójukról, és azokról a tengerészekről, barátokról, akiket ott ismert meg. Leveleket is írt. Valahogy ösztönösen nem szerette a Derbyshire-t, és ugyanezt másoktól is hallottam a hajóról. Peter, ha vonakodva is, de elvállalt még egy utat a hajón, hogy így gyűjtsön pénzt az esküvőjére. Ekkor volt 19 éves. Esküvőjét azonban sohasem ülhette meg. A Derbyshire teljes legénységével együtt szeptember 9-én nyomtalanul eltűnt. Ez volt a legnagyobb brit hajó, amely valaha is eltűnt, és az esetet senki sem tudta megmagyarázni. Miként lehetséges, hogy ez a tapasztalt tengerészek által irányított hatalmas hajó egyetlen vészhívás és minden nyom nélkül eltűnjön? Lehetséges, hogy a csendes óceán egyik legrégebbi és legrémisztőbb rejtélyének esett áldozatul. Japántól délre hatalmas üres tengerrész terül el, és itt már az 1940-es évek óta több hatalmas hajó is nyomtalanul eltűnt. Sokuk ráadásul anélkül, hogy akár egy SOS hívást is leadott volna.
Sorsukról ma sem tudunk semmit. Az óceánnak ez a területe azonban már évszázadok óta szedi áldozatait. A japán tengerjárók több száz éve adták ma is félelmetes nevét. Ők Manouminak hívják, az Ördögtengernek. A japán legendák olyan hatalmas erőkről szólnak, amelyek a legnagyobb hajókat is legyőzik. És tengeri szörnyekről, melyek a mélybe húzzák a tengerészeket. Tengeri szörnyekben ma már kevesen hisznek. De a japán halászok ma is félnek az Ördögtengertől. Noha a gazdag zsákmány miatt most is sokszor kockáztatják itt testi épségüket. Az Ördögtenger nagyon gazdag halban. Itt mindig hatalmas rajokat lehet találni. Ez a tenger nagyon más, mint a többi. Itt gyorsan és kiszámíthatatlanul változik a hullámzás. Aki erre hajózik, az nem lazíthat, mert rögtön bajba kerül. A titokzatos eltűnések nyomán többen is kutatni kezdték a jelenségek hátterét és a titok nyitját. Egyesek szerint az eltűnések helyeit összekötve egy hatalmas háromszög rajzolódik ki. Ez azonban csak a kezdet. Az Ördögtenger háromszöge pontosan ugyanazon a földrajzi szélességen terül el, mint egy másik hírhet vidék, földünk másik oldalán, a Bermuda háromszög. Vajon ez több, mint véletlen? Lehetséges, hogy az Ördögtenger egy másik Bermuda háromszög, csak még nála is halálosabb? Vannak, akik úgy gondolják, ez az igazság. A paranormális jelenségek szakértője Junichi Yaoi professzor több ellentmondásos elméletet is publikált már az Ördögtengeren való rejtélyes eltűnésekről. Több lehetséges válasz is adódik. Úgy vélem, több tartályhajó egyszerűen a viharos tenger miatt süllyedt el, mert éppen hatalmas hullámok, gyakran viharok közepette haladtak. Mindazonáltal, ha azt vesszük, hogy a hajók nyom nélkül eltűntek, azt mondanám, hogy egy másik dimenzióba kerültek. Azt hiszem, itt egy másik dimenzióba vezető kapu nyílt meg. A legtöbb tudós elveti és a science fiction kategóriájába sorolja Yaoi professzor elméletét, de az Ördögtengeren továbbra is sorban tűnnek el a hajók. január 2. A Lingjie nevű kínai teherhajót 19 fős személyzetével együtt hiába várták Japán Kagoshima kikötőjébe. A hatóságok több hónap elteltével sem tudták megmagyarázni, mi történt a kínai hajóval. A Lingjie egyetlen vészhívás nélkül tűnt el, és nem hagyott maga után semmilyen nyomot. Yaoi professzornak ezzel kapcsolatban is megvan a saját magyarázata. Hadd világítsam meg egy egyszerű példával. Képzeljünk el egy rádióhullámot. A tévéműsorokat, a sorozatokat, vagy például a híradót egy stúdióban készítik el. Már most, amikor ezeket a tévéállomás sugározza, a jeleket rádióhullám formájára alakítják át. E hullámokat nem láthatjuk és nem is hallhatjuk. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy ez a bizonyos másik dimenzió is jelen lehet a világunkban, anélkül, hogy látnánk vagy érinthetnénk. Yaoi professzor elméletei sokak számára kielégítő magyarázatot nyújtanak a rejtélyre, de a tengerészeti szakértők jóval szkeptikusabbak.
Én nem hiszek ebben. Teljesen elvetem az ilyen elméleteket. David Milnes hajóroncskutató, aki már számos elsüllyedt roncsot talált meg. A paranormális jelenségekhez pragmatikus módon áll hozzá. A megbízóim azt várják, hogy gyakorlati, tudományos alapon megálló válaszokat adjak a kérdéseikre. Ha azzal állítanék vissza, hogy egyszerűen nem tudom megmagyarázni a dolgot, hogy a kérdéses hajó a Bermuda háromszög vagy a csendes óceáni háromszög miatt tűnt el, akkor a szakmai hitelemnek annyi lenne. David és munkatársai 1994-ben addigi legnagyobb kihívásukkal szembesültek. Felkérték őket, hogy derítsék fel a Derbyshire eltűnését. Ez a feladat igen nagy falatnak bizonyult még a szakértők számára is. Ezúttal ugyanis komoly, az addigi legnehezebb ellenféllel kerültek szembe, az Ördögtengerrel. A 47-es légijárőr osztag tagjai maguk is jól tudják, hogy milyen nehéz bármit is megtalálni ezen a végtelen óceánon. Az amerikai haditengerészet repülős járőreinek feladata a tengeralattjárók elleni harc, a felderítés, valamint a kutató-mentő műveletek. Nincs olyan pontja ennek a körzetnek, ahová bizonyos időn belül ne tudnánk odaérni. Mindig készenlétben áll egy gépünk, ami egy órán belül indulásra kész. És ha mentőakcióra van szükség, vagy kalóztámadás történt, akkor a P-347-esek a lehető leghamarabb a helyszínre sietnek. A pilóták már úgy ismerik a körzetet, mint a tenyerüket, de még ők sem tudnak magyarázatot adni valamennyi jelenségre. Kering néhány történet arról, hogy egyes gépeken furcsa dolgok történtek. Néha olyan akusztikus zajokat fogunk, amelyekre nincs magyarázat, és nem is tudjuk rögzíteni. Van, hogy megpróbáltuk visszahallgatni a felvételen, de nem volt már ott. Ott vannak aztán a kioldódó biztonsági övekről és maguktól kinyíló ajtókról szóló sztorik. Az ilyen komoly és veszélyes munkakörben állandóan résen kell lennie az embernek. Azok a férfiak és nők, akik ezen a kihalt helyen járőröznek, jól tudják, hogy nem csak hajók tűntek el itt. Az Ördögtenger feletti égen már több repülőgépnek is nyoma veszett. A sok eset közül is kiemelkedik egy, amely igazán rejtélyes, és amely ma is kísérti a repülősöket. 1957. március 22-én történt, hajnali 4 óra 48 perckor. Az amerikai légierő C-97-es Stratofighter gépe felszállt a Végszigetről. Úti célja a tokiói nemzetközi reptér volt, fedélzetén 67 katona utazott. Az út a tervek szerint 9,5 óráig tart, de a fedélzeten 13,5 órányi repülésre elegendő üzemanyag volt. A repülés első 8 órájában minden simán ment. Délután 2 óra 30-kor a pilóta jelzi az irányításnak, hogy 5 óra körül fog leszállni, és hozzáteszi, hogy minden műszer és rendszer normálisan működik. A körzetben jó, csak nem tökéletes időjárási és repülési viszonyok uralkodnak. Egy órával és 15 perccel később a pilóta rádión közli, hogy 200 mérföldre van Tokiótól. A légiforgalmi irányítás becslése szerint 2 órán belül meg kell érkezniük. A C-97-es azonban sosem érkezett meg Japánba. A kutató-mentő akció során több ezer négyzetkilométernyi tengerrészt vizsgálnak át a gép útvonalának mentén. Az eredmény? Semmi. A hatalmas szállítógépnek egyszerűen nyoma veszett. Az Ördögtengeren vagy a fölött valami olyan hatalmas erő jelent meg, amely nyomtalanul eltüntette a C-97-est. Vajon mi történhetett ezzel a masszív, hadicélokra épített remek géppel, amely zavartalan időjárási viszonyok közt repült? A választ a mai napig nem tudja senki. Az eset rejtély maradt, és a hasonló esetek kockázatát ma is vállalniuk kell a katonaságnál szolgáló nőknek és férfiaknak. Az Ördögtenger mindmáig jól őrzi a titkát. A merész kutatók és expedíciók munkája nyomán azonban lassan kezd lehullani a lepel az évszázados rejtélyekről. Akár csak a Bermuda háromszögben, az Ördögtengeren is minden más, mint aminek látszik.
A Japántól délre elterülő Ördög-tenger mára olyan hírhedtté vált, mint az Atlanti-óceánon a Bermuda-háromszög. Több hatalmas hajó is eltűnt már ezen a tengerrészen, méghozzá hirtelenül és nyom nélkül. A japán parti őrség adatai szerint a Japánt körülvevő tengereken nagyjából évi 2,5 ezer hajózási baleset történik. Az óceán hatalmas és könyörtelen erő. És egy szénakazalban is könnyebb megtalálni ama bizonyos tűt, mint ebben a körzetben egy hajót. Éppen ezért 14 évvel azt követően, hogy a hatalmas brit hajó a Derbyshire eltűnt ezeken a vizeken, már alig hittek benne néhányan, hogy valaha is rá lehet találni. A hivatalos jelentés a természeti erőket jelölte meg a baleset okaként, és ezzel le is zárták az ügyet. A tengerészek családtagjai azonban nem akarták hagyni, hogy ilyen simán elaludjon az ügy. Válaszokat követeltek. Csak azt akartuk megtudni, hogy pontosan mi is történt a hajóval, és miért veszett oda 44 ember. Közölték, hogy a hivatalos vizsgálatot csak akkor kezdhetik újra, ha új bizonyítékok kerülnek elő, kizárólag a Derbyshire-rel kapcsolatban. A hajózási iparág képviselői meg voltak győződve róla, hogy a hajóra sosem találnak rá. Az érintett családok azonban nem adták fel. 1994. júliusában expedíció indult az Ördög-tengerre David Mears vezetésével, melynek tagjai kiváló tengerészeti és oceanográfiai szakértők voltak. Meg voltak győződve róla, hogy kiderítik, mi történt. Reményeiket egyetlen halványnyom táplálta. A Derbyshire eltűnését követően a kutatóegységek egy vékony olajcsíkot jeleztek, nem messze a hajó utolsó ismert pozíciójától. Az olajfoltból korábban még senki sem indult ki, mint nyomra vezetőből. Így aztán nem volt egyértelmű, hogy mekkora az átkutatandó terület. Hogy az olajfolt közvetlenül a hajó elsüllyedési helyénél volt, avagy az áramlatok 10, 50, 100 vagy akárhány tengeri mérfölddel odébb sodorták. Én azonban úgy éreztem, hogy ez nagyon fontos nyom, ami elvezethet minket a Derbyshire roncsához. Mears és csapata ezen az egy nyomon elindulva próbálták meg a lehetetlent, hogy felkutassák a Derbyshire-t és feltárják a rejtélyt. Egy dolog azonban belefogni a keresésbe, de a hatalmas háborgó tengeren rá is bukkanni a hajóra, az már egészen más kérdés. A tenger itt több kilométer mély, és ha a Derbyshire még ott is hevert volna a fenéken, 14 év elteltével nehéz lett volna megmondani, hogy milyen állapotban lehet. A csapat látszólagos esélytelensége dacára ebbe a fejlett eszközbe vetette minden reményét. Ez az oldalsávos vontatott szonár, a hangradar. A hajó mögött egy kábelen húzva ez végighalad a tenger mélyén, és a kibocsátott hanghullámok révén mintegy letapogatja, hogy mi rejlik a több kilométeres mélységben. Ez a művelet azonban az idővel való versenyfutást jelentette számukra, mivel mindez napi több tízezer dollárba került, és nekik csupán 8 napra futotta a pénzükből. A hangradart lebocsátották az Ördög-tenger vizébe, s az adatok nyomán megdöbbentő kép rajzolódott ki a tengerfenékről. Az avatatlan szem itt csupán árnyékok és alakzatok összevisszaságát látná. David Mears azonban rögtön észrevett valamit. Ezen a területen hirtelen felfigyeltem valami gyanús formára. A következő letapogatáskor már újabb gyanús alakzatot láttam. És a harmadik, még közelebb végzett letapogatáskor szinte egyenesen ráfutott.